esetleg valaki nem tudná, mert hogy látszik, hogy sokan felismerhetek, köszönöm szépen. Kezdjük talán keresztapámmal, aki egy nagyon nagy paraszt, nem tudom, hogy említettem-e már. Őt elvittem moziba, és hát megnéztük a Csillagok háborúját, kijött, és annyit mondott, hogy éreztem, hiszem el. Ilyen biztos, hogy nincsen. Mondom, jó, hát akkor nézzük meg az Avatart. Azt mondja, az micsoda? Hát mondom, hupikék, törpikék felnőtt korukban. Bementünk, beültünk, hát 5 perc nem telt el, keresztapám azt mondja, hogy Gyuri, húgyózni kell. Hát mondom, menjen intézzel, hát nem vette le a háromdimenziós szemüveget, úgyhogy egy fa mögé pisil. A moziba az első sorban át is nevezték a filmet Avatarról Zivatarra. Na most keresztapámnak, hát én szeretem keresztapámat, mert gyerekkoromban ő tudott a leggyorsabban elaltatni, 2-3-szor fellobott a levegőbe és már aludtam. Mondjuk elég alacsony volt nálunk a plafon. És neki vannak ilyen nagyon jó mondásai, tehát ilyen nagy mondások, ami például esküvőn szokott olyan lenni, hogy odajön a vőfé, és akkor mondja a szövegét, hogy a feleség az élet rengetegében az ösvény. Keresztapám egyből mondja, hogy dehogy ösvény, csapás, fiam, csapás. De mondja a vőfé, jó, de hát azok a férfiak, akiknek van feleségük, sokkal tovább élnek. Szóval, dehogy élnek, csak többnek tűnik. Múltkor kérte tőle a szomszéd a fűnyírót, azt mondja, odaadom, de a kertből ne vidd ki. Ilyen, köszönöm szépen. Ő ilyen nagyon kedves ember, mondhatjuk így. De hát például Viagrát, azt mondta, hogy szedjek Viagrát, mondom, minek nincs rá szükség. Szóval miért még éjszaka, sose gurultál az ágyú. Jó, hát végül is segíthet ebben is. Na most van két történet, ami kimondottan háromdimenziós történet, mert azért, hogy vannak benne olyan jelenetek, amiket majd a kamera jól tud rögzíteni. Volt nekem egy barátom, egy vidéki barátom, hát Debrecentől nagyon messze lakik, egy nagyon pici településen. Na most ez a fiú, itt neki úgy vágták a haját a településen, nem volt fodrász. A szomszéd jött el levágni a haját. A szomszédét meg az ő anyja vágta le, hogy nehogy az iskolában azt kell már mondani, hogy anyám vágja. És akkor megjött a szomszéd, le kellett vetkőzni félpucéra, kádba belehajolni, és akkor lemosták a haját. Utána pedig ilyen egyenesen levágták. Bejött Debrecenbe, keresett egy fodrászszalont, hát napokig csak járkált és nézte, hogy vajon bemenjen vagy sem. Végül úgy döntött, hogy bemegy. És hát a fodrászszalonban egyből várta egy fodrász, egy ilyen nagyon kedves fodrász, hogy üdvözlöm, miben segíthetek. Nem mondta, hogy szeretném levágatni a hajam. Aztán jó, akkor fáradjon velem a mosószobába. És akkor bekísérte egy szobába, amiben volt egy szék, ahol majd megmossák a haját. És mondta, hogy foglaljon helyet. Én hozok is egy széket, mert így lesz az egyszerű. Tehát ezt a széket ide leteszem. És akkor így benn volt a szék. Hát barátom az otthoni mosáshoz volt szokva, úgyhogy félpucéra levetkőzött, és a székre felszerelt műanyag elé feltérdelt, és így előre felé beletette a fejét, pucsítva az ajtó felé, belépett a fodrász, jaj, cuki fiú, erre most nincs idő, fordulj meg gyorsan, hogy mossad meg a hajat. Úgyhogy jár így az ember, köszönöm szépen. És itt még a háromdimenzió kedvéért egy történet, mert kellemetlen helyzet azért szokott mindenkinél adódni, ugye? Biztos mindenkinek volt már olyan, hogy fú, hát ez durva volt. Én egy haveromat kikísértem a buszvégállomásra, még középiskolás koromban, közben pedig iszok egy kicsit. Közben nem tudok beszélni, bocsánat. Tehát kikísértem egy barátomat a buszvégállomásra, és ott... Hát nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, hogy finom legyek. Orvosi, ilyen kórházi szakifejezést fogok mondani. Parancsoló széklet, így hívják a hasmenést a kórházban. Tehát ezt olvastam papíron, parancsoló széklet. Hát jött a parancs, mondtam, hogy a haveromnak ne arra ugyan nekem sötétedésig haza kell menni, gondolván itt a világos nadrágomra. És elrohantam, még köszönni sem tudtunk. Hát csak az állomásnak volt ott a budia, ott volt a főnökasszony.
a vécés néni, és akkor kidobtam egy ezzel, és mondom, tessék adni papírt. Nincs. Mondom, akkor tessék ketté váltani. Vittem magammal az aprót, bementem, és hát egy normálisabb vécét találtam, de az se volt normális, tehát se ülőke nem volt, se kilincs, se zár. De mondom, nem baj, mert az ajtón volt egy ilyen lyuk. Nagyon szuper. Kinyúlok a lyukon, ráfogok az ajtóra, így egyrészt be van zárva. Nem kell ráülnöm, mert megtartom magam. És plusz még az ujjam fölött kiláttam. És néztem, hogy kint mi történik. Hát parancs ide vagy oda, de egy kis katona jött be keki színű egyenruhába. És hát ahogy jött befelé, az ujjam hegye, ahogy fogtam az ajtót, teljesen elfehéredett, és pont úgy nézett ki, mint egy műanyag kilincs. Ezt visszateszem, meg kell mutatnom. Jön a kis katona, kis fehér műanyag kilincs, így megfogta, és nagyon lassan elkezdte tekerni. Nem baj, most még ez éppen segít. Majd egyszer csak, te hülye, nem látod, hogy foglalt? Megijedt a kis katona, elrohant, én meg ráestem a budira, úgyhogy... Ez a történet vége. Köszönöm szépen!